Show. Egy 30 éves férfi jelentkezett az első fejét ültetésre. Jézus. Az első fejét ültetésre orosz, brit és amerikai média beszámolók szerint egy programozó önszántából vette fel a kapcsolatot egy vitatott olasz sebésszel, aki elvileg azt mondja, hogy technikailag megvalósíthatónak tartja a fejét ültetést 2016-ban. Na. És ő önszántából jelentkezett, ugyanis egy nagyon ritka genetikai betegségben szenved, nincs más esélye, mint hogy fogják az ő fejét, leveszik a saját testéről, és átteszik a donor testére, összekötik az idegszálakat. Hát most mondom ezt úgy, mintha egy ablakot kéne, nem tudom. Igen, azt akarom mondani, ezt a magabiztosságot, amivel nyomod. Egy vezeték véget, amit és átteszik a donor nyakára az ő fejét. Nagyon jó. Várjuk az olyan SMS-eket, amik úgy kezdődnek, hogy szeretem a feleségemet, de... Ezt akartam kérdezni, hogy honnan van a donortest? Találok egy donortestet, akinek mondjuk jó karban van, fölajánlja, fiatalon halt meg. Hát igazából itt nem ez a legnagyobb kérdés, donortestet lehet találni. Nem? Hát kicsit így megakadtam. De várj, ne arra gondolj, hogy itt most, tehát most ne arra morbid dologra gondoljunk, hogy ők fejet cserélnek, mert mókáznak, hanem van egy donor. Nem, csak nem is erre. Aki ugye már nem él, de mondjuk felállott a szemét. Nyilatkozta a fókuszban. Azt hittem, ez az évszázad poénja, de. Gönci Gábor kérdésére elmondta, hogy... Tehát megvan a donortest, 150 fős lenne állítólagosan az orvosi stáb, 10 milliárd forintos műtéti költség lenne, és 36 órán át tartana elvileg az operáció. Mondta egyébként azt az orvos, aki azt mondja, hogy szerinte ezt megcsinálható. 150 fős orvostáv állt, az egy jó nagy műtő. Hát gondolom azért ott mindent összeraksz, hogy az mozgasson, ugye az agy, az idegek, a vérellátás, az izmok, azért biztos, hogy egy nagyon komoly dolog. De most ez még jegyzetelik el serényen, hogy mi volt már meg, és mi nem. Mit hova kötöttél? Ha az orvos olasz azért, akkor tehát én nagyon szeretem őket, tudjátok, de ott van egy kis hebrencség. Mert te is azt mondtad, hogy ezt ő állítja egyedül, hogy meg tudja csinálni. Ezt ő állítja egyedül, igen, egyébként... meghívták már a dokit egy amerikai orvosi konferenciára, nem azért, mert hogy ezt végrehajtatónak tartják, hanem mint újítás, hogy mondja el, hogy mégis ezt hogy szeretné. De a 70-es években már volt kísérlet, írja ez a cikk egyébként, ott majmokkal kísérleteztek a fejátültetéssel. Aha. Az akkori transzplantációk egyébként nem sikerültek, de azt mondja a doki, hogy 45 év alatt már nagyon sok minden változott. Hát nyilván itt a fej lenne az, ami mondjuk marad az eredet, és akkor egy testet keresel inkább magadnak, mint új fejet, mert hát ugye tudod? Tehát, jaj, de szép új testem van, érted? Ez így például ez egy reális mondat egy fejelt ültetés után, de az, hogy jaj, de szép új fejem van, az nem működne. Viszont a karom az enyém, tudod? Mert hogy a fejedet levágták. Na de most mi van, ha ez 30-40 év múlva megvalósítható lesz? Tehát arról olyan irányba halad az orvostudomány, hogy 30-40 vagy 50 év múlva akár emberek fejet cserélhetnek? Tehát lehet előfordulhat az, hogy mondjuk Feri nem a magyar George Clooney lesz, hanem George Clooney lesz? Maga? Maga is megkapja a testet? De akkor mit csinál George Clooney testével? Már. Tehát azért ott nem a fejével. Lesz egy plusz test, azt tovább kell adni, ugye? Tehát akkor mennek körbe. Nem, egy plusz fej lesz, mert a teste Feri megkapja a George Clooney testét. De bocsánat, plusz test is lesz, mert akkor az enyémmel mi van? Érted? Aha, hát akkor figyelj, megmondom neked, akkor lesz egy amerikai, olasz, görög, nem tudom, minek, na, milyen náció, Rákóczi Feri. De ott miért? Mert a George Clooney fejét te megkapod. Érted? Ő meg megkapja a te fejedet. George Clooney fej. De nem cserélünk, ugye? Hanem az van, hogy az egyiknek szegénynek vége, és akkor megkapod te újításként a testet. De hát ott figyelj, például itt valaki ide, és hogy... A cserébe nincs nagy biznisz. Igen, hát az úgy... Jól nézel ki, Feri, kem cserélj már. Jó formában vagy. Tehát jó formában vagy. Jó, felszívtad magad, cserélj már. Most annyira rendben van a testet. Szeretnéd kipróbálni. Jó effektus. Szeretnéd kipróbálni, hogy milyen az élet 100 kiló felett. Akkor fejet cserélünk? És ha nem tetszik, vissza? Na, vagy ha tetszik, nehézi, akkor így marad? Na, ezért jó nagy fejűnek lenni. Látjátok, mert gyerekek az étetek... Nincs rá igény, vagy mi? Nincs rá igény. Senki nem akarná ezt a fejet cipelni. De például így mondjuk 30 év múlva lehetséges az, hogy valaki rossz testben születik, vagy nemet akar váltani, és azt mondja, hogy ő férfi, neki férfi feje van, de tegyék fel egy női testre, és ez megvalósítható lesz, és 40 év múlva azok, akik nem érzik jól magukat a saját bőrükben, azok kapnak férfi fejjel egy női testet.
ahonnan majd az agy biokémiai működése alapján a hormonok alapján csak eltűnik a szőr, és elkezd elnőjesedni a férfi fej. Azért ez ebben a formában érdekes. Én nem hiszek benne nagyon, bár nem értek annyira, de azért az idegpályákat hát, hogy kötik össze egyáltalán? Hát rengeteg idegsejt, amik ott jönnek, mennek, szállítják az információt, bocsánat, hogy? Kar visszavarás van, láb visszavarás van. Innen már csak egy ugrás a fel. Hát bocsánat, minden így indul el, kezded az alapoknál, és most már van olyan, aki... A Szabom nagyon jó koptató szalagot varagatja száramon. Igen, például azt is, és aztán abból később öltönt is tud varni a Szabó, mert megtanulja. Tehát az alapot megtanulod azzal, hogy koptatót varsz a nadrág aljára, és aztán egyszer csak fogsz majd öltönyt is varni, hát ez ugyanaz, hogy mondjuk egy végtagvesztett tehát embernek igen, meg tudják menteni ma már a karját, igen. Akkor elméletileg ezen analógia alapján ez is elképzelhető, hogy egyszer fejet tudnak átrakni. Hát miért ne? Tehát, hogy mondjuk a komolyra fordítva a szót, hogyha mondjuk egy nagyon komoly balesetben annyira roncsolódik a test, hogy a fej viszont teljes épségben marad, és adott esetben van egy lehűtött, vagy nem tudom minek igen. Nevezzük, egy donor test, aminek viszont a fejére már úgymond nincs eszük, de olyan furán hangzik ez az egész, akkor a kettőből lehet egy egészséges csinálni. Így ember van. Csinálni. Így van, és akinek a feje ugye jó volt, az kap hozzá egy jó testet. Hát itt most arról van szó, hogy olyan emberek ültetik át más testbe a fejüket, mint például ez a pacák, aki egy olyan betegségben szenved, hogy teljesen lebénult és sorvad a testet. De fejileg, agyilag ugye teljesen rendben van, és az ő fejét próbálják meg egy normálisan működő testre átültetni. Tehát neked az emlékeid, a gondolataid valószínűleg megmaradnak? Megmaradnak hát az akkor, agyban, nem? Hát az, ha az agyban tárolódik, akkor megmarad minden. A bomba formában lévő Kirk Douglas nyilatkozta, hogy még már nem emlékszik annyira arra, hogy szerepelt a Spartacusban, de még mindig nagyon büszke rá. mert az lenne egyébként, hogy előbb-utóbb, ha ez működik, akkor nyilván valóan ez is hogy bekerülne mondjuk így a hollywoodi a sztároknak így a szépség kellékei közé. Vagy a fiatalizáló tevékenységei közé, hogy lecseréltetnék a testüket azért, hogy fiatalodjanak, nem? Hát az arca az megmarad öreg. Hát, szó-szó. Aha. Na, megkérdezünk egy idegsebészt, hogy mit mond erről. Jó, fölhívjuk a hírek után, hogy ő, amikor először elolvasta ezt a hírt, egyébként lehetségesnek tartja, ha nem is most, mondjuk az elkövetkezendő 50 évben fejlődhet-e oda az orvostudomány, hogy valakin egyszer egy valódi fejátültetést hajtsanak végre úgy, hogy életben marad, működnek a szervei, működnek az agyi funkciók, tudja mozgatni kezét, lábát, és fejcserélt emberként élt tovább. Azért ez egy érdekes dolog szerintem, nem? Hogy lehet, hogy ez most még a jövő, de 50-100 év múlva akár már rutin műtétnek is számíthat, nyilván kis túlzással. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy nagyon érdekes témát boncolgatunk, miszerint egy ritka betegségben szenvedő orosz lehet az első fejét ültetett. Hát itt azért soka lehet. Nyilván véleményes a dolog, amerikai idegsebészek is nyilatkoznak, hogy szerintük ez effektíve lehetetlen. Minden esetre van egy olasz, aki azt mondja, hogy körülbelül egy év múlva hát lehetséges, hogy fejet ültessenek át. És ugye a dolog nagyon érdekes, mert azt feltételezhetjük, hogy mondjuk az agy tárolja az emlékeket. Uh-huh. Ott van az emberi lélek. De mi van, ha a személyiség egy része, a gondolatok, az érzések nem mennek át az aggyal, csak a biokémiai funkciók, hanem mondjuk az a szívben marad. Akkor, ha mi mondjuk hárman erre a dologra vállalkoznánk, és fejet cserélnénk, de ülési sorrendben cseréljünk hát. Fejet. Tehát te jössz hozzám, én megyek hozzád. Jaj, nem áll! A Feri jön hozzád. Igen, én megyek hozzád. Jó. Tehát mi történik, hogy 50 év múlva ez a dolog lehetséges. Tehát a fejed jön? Vagy a fejed a tested? Jön. A fejed jön, de a személyiséged megmarad, mert mondjuk a szívben van a személyiség, a lélek, aha. A lélekhez kapcsolódó attitűd és minden, amit te szeretsz, amihez vonzódik a tudatalat. Itt mondjuk azt, hogy ez a szívben van, és nem az agyban. Aha, és a te fejed átjön az én testemre. Én megkapom Janiét. Tehát elképzelhető, hogy Balázs testtel, Jani fejjel. Csak hát ugye oda megyünk haza, tehát az a fejjel megyünk. Nem, azért akarom mondani, hogy vigyázz, tehát ha te testre... Nem, az most pont azt mondja, hogy a szívében van. Akkor én igen, a lélek. De igen, a családtagok erről nem tudnak, a fejjel mész haza. Aha. A fejjel mész haza. Aha. Tehát Balázs haza a te testeddel, a te szíveddel, a te emlékeiddel, és a saját fejével megy majd így haza. Van, tehát és az ő feje a... És azt mondja nekem Béka, hogy... De várj. Igen. De én nem a békához mész. Így van. Én a tiédet kapom meg. Én a te testeddel, a te szíveddel, a te emlékeiddel megyek majd haza, így hozzánk. Feri pedig az én testemmel megy haza, ami mondjuk elég mókás lesz. Akkor milyen szituációk történnek? Tehát én a testemmel, a te fejeddel állok egy leértékelésnél, és nem tudom, mit keresek ott?
Vagy tudom, hogy mit keresek ott, mert a te fejed odavitt. Hát nálatok például az lesz ott, hogy majd a Viki nem fogja érteni az egész szituációt. Borsos tokát! Te nem tudtál tegnap még borsos tokányt főzni? Érted, mert a te fejed van, az én testemben, és az én szívemben benne van a borsos tokány és a krémbrülés. Így van. Ja, és én akkor úgy megyek haza, hogy én ezt megcsinálom. Igen, és a fejed pedig tiltakozni fogsz, hogy úristen, nem ülök be egy alfába. Nem ülök be egy alfába. És érted? De a szíved Ferjéknél... meg oda fog vinni, mert az az én testem. A Ferjéknél lesz nagy csodálkozás, mert előtte ugye ezt a sokkot, amit majd a béka fog átélni, akkor, amikor majd hazamegy Feri az én testemmel, de hát, hogy nyilván majd kompenzálj utána. Harmadik menet. Igen, sose akarom. Volt ilyen. Ja, mert nyilván. Azért ez egy érdekes helyzet tényleg, hogy akkor te a donornak a testét kapod meg az ő szívével. Ugye az, akár ez egy szívátültetésnél is felmerülhet azért ugyanakkor. Hogy, hogy ne ülsz be ebbe az autódba, kiabál majd Móni. Igen. Ez egy érdekes dolog, és én kapom meg a te fejedet. Igen. Ugye? Igen. Igen, de és te ugye Mónihoz fogsz hazamenni a testeddel. A te szíveddel és emlékeiddel. Így van. Az kemény. Az kemény. Ugye ez ugye egy szívátültetésnél is felmerülhet. Hm. Hát ha abban van, igen, a lényeg. Nekem elmondják, hogy milyen lehetett a donor, vagy milyen volt, és akkor készüljek föl az ő testére, az ő szívére, mindenre, ami működik. Csak egy új fejet kapok, én viszem a saját fejemet. És kezdek el olyan dolgok iránt érdeklődni, vagy szeretni, amit ő szeretett, amit vagy szeretett amit az ő teste szeretett. Tehát a személyiségek is kicsit kicserélődnek majd. Így van. Ez egy érdekes dolog. Na, megkérdezünk egy idegsebészt, hogy elvileg ez lehet-e. Nyilván jelen pillanatában az orvostudománynak valószínűleg nem. Tehát, hogy kötöd össze ott az idegpályákat, egy csomó mindent. Magát a gerincet egyébként. De nincs minden veszve, béka. De gondoljatok bele, ez innentől kezdve, mondjuk ez 50 év múlva lehetséges. És mondjuk a lélek a testben van. Vagy a fejben. Megszívtuk egy. Egyrészt megszívtuk. Kettő, akkor én majd, nekem előregedik a testem. Bejelentkezek egy fejátültetés, és azt mondom, hogy szeretnék újra egy 20 éves testet. Az agyam mondjuk még jó állapotban van. Mi van? Most mit rövsz? Nem eszembe jutott, hogy tényleg egyik a hallgatók írja, hogy Jali Balázs fejjel elborul, hogyha nem abba az irányba cserélnék testet, mint ahogy eddig, hogy megkapnám az én a te fejedet az én testemben, és egész mondjuk veled nagyon kiszúrnának. Neked egy hónapig nyakizmot kéne erősítened. Ki volt az a rohadék, aki egy ekkora testre felrakta ezt a fejet? De nem, tehát innentek ez az örök élet is lehetséges, hogy én mondjuk 60 évesen azt mondom, hogy szeretnék egy fiatalabb testet. A fejátültetés egyszer lehetséges. Ugye minden, ami egyszer lehetséges, az onnantól kezdve már csak pénzkérdés, hogy magánklinikán neked mondjuk x millióért megcsinálják. Így van. Te majd fejátültethetve kaphatsz egy 20 éves kasznit magad alá? Simán. Hát a szerveid azok, amik előbb elhasználódnak, az, egy jó kasznit, előbb az agyaddal nincsen gond. És ott leszel 80 évesen összeasszottan, iszonyat szerkával, hát, 20 éves teste futnak majd fejátültetett amerikaiak fiatal testben öreg fejjel. Hát az agyad se fog már úgy működni. Várja meg a végét, kis nagy. A lázacsal olyat kap, hogy járni nem fog tudni, csak jöjjön már ide. Ugye? Csombolkozok. Tehát innentől kezdve, most nyilván nagyon fantázia, amiről beszélünk, de innentől kezdve hát, amíg az évesen, működik, igen, azért működhetsz testileg is jól. Működik az agyam, és azt mondom, hogy kérek egy 30 éves testet. Kifizetem, megkapom. Minden Masters futóversenyt megnyerni. Csúnya világ lesz ez, gyerekek. Azért a természet valahogy ezt kitalálta, hogy a testtel együtt a fej is, a lélek is, a szív is, az agy is múljon el, legyen újra por, majd aztán él legyen újra. De azért, amikor ezekbe így elkezdenek majd belenyúlni, hát itt azért szörnyű világ lesz előbb-utóbb, gondolod el, nem? És a naprendszerek közötti utazás, amikor donor testeket visznek magukkal az űrhajósok, és csak a fejeket rakják át. Na jó, ez már picit nagyon jó. Kicsit már beúszott. Stanislav Lem. Isaac Asimov. Igen, kicsit messzire mentünk. Na, megkérdezzük ezt egy idegsebésztől, hogy mit mond. Dr. Székely György már itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, doktor úr, hello. Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a rádió hallgatóit is. Na, nem tudom, hogy olvastad ezt a hírt, nyilván mi itt félig meddig hűlünk, igen, de egy olasz, igen, pali, igen, tényleg azt mondja, hogy jövőre komoly pénzből, komoly orvosi tímmel ezt ő elvileg meg tudja csinálni. Igaz lehet, vagy nagyon nagyot lódít az olasz idegsebész? Hát én nem látom ennek a lehetőségét jelenleg, technikai lehetőségét, és az elvi lehetőségét sem. A következő okok miatt. Ugye össze kéne kapcsolni az agyat a testtel, idegi pályákon, és ezek az idegi pályák, ezek úgynevezett centrális pályák, amik ha sérülnek, akkor a
az idegsejteknek a hüvelye az gyakorlatilag visszahúzódik, és nem marad ott. Tehát ezt tudom, hogy ez így most elég nehezen érthető laikusnak, de Nincs mit összekötni, ugye? Igen, tehát valahol a fejet le kéne venni, ott megsérül az idegpálya, hiába teszem át egy másik testre, a fejnél, a meccésnél már sérültek az idegpályát, amikor félbevágok egy almát. Az ideg tud nőni, csak neki kell egy hüvely, amiben belenő. Most a periférián, tehát a végtagokon ott van a svansejt, úgy hívjuk, a periférián viszont a gliasejt van, ami nyúlványokat ad, több nyúlványt, és az képez egy-egy gyűrűt, és hogyha abból kijön az axon, tehát az ideg nyúlvány maga, akkor az visszahúzódik, és megszűnik maga a hüvely pályája. Ugyanazt tanulta minden orvos. Hogy mondhatja akkor valaki, ha nyilván valamennyire épelmű, hogy szerintem lehetséges? Hát ez így nagyon egyszerűnek tűnik. Megsérül, nem épül újra, nem tud kommunikálni, nem tud információt szállítani. Tehát hogy mondhatja mégis azt, hogy szerinte ezt egyébként meg lehet csinálni? Hát azért ez hajmeresztő így. Én nem láttam még olyat, hogy a gerincvelő sérületeket eredményesen rehabilitálták volna olyan tekintetben, hogy visszanő. Ugyanaz a helyzet, mert az is egy centrális gerinc, vagyis centrális idegrendszerhez tartozik, és hát ott nem tud egyszerűen a visszahúzódott velős hüvely miatt nem tud belenőni az idegnek a rostja. Tehát, hogyha azt mondaná ez az ember, hogy ez megvalósítható, akkor gyakorlatilag az összes olyan kerekesszékes embert fel lehetne állítani, akinek gerincsérülése van. Aha, na de viccet folytatva, az előző menetetekben, ha reagálják rá, hát azért a 80 éves ember mondjuk kapna egy új testet, 20 éves testet, az nem lesz 20 éves. Ugyanis az agynak az a jellegzetessége, és ezt a teremtő, vagy a természet, vagy nevezhetjük Jóistennek, mindennek, aki ezt létrehozta, az úgy hozta létre, hogy az idegsejtek pusztulnak minden nap. Ha semmit nem csinálunk, akkor 8-10 ezer idegsejtünk elpusztul. Tehát az agyunk 80 éves lesz, és nem 20, és egy 80 éves agya nem lehet azt a teljesítményt csinálni, még hogyha egy 20 éves body van alatta, akkor sem. De hát a szíve az még szállítja a vért, a tüdő jól működik, végrehajtani az agy? Nem, bizony, mert az agy már 80 éves, és az agynak a kapacitásának a fele, vagyis a gyereksejteknek, hát a fele talán nem, de egy elég jelentős része már elpusztult. Tehát ennek van egy kora, amit a maximum meg tud élni az ember. A tüdőnek a maximális kora az 160 év a mai számítások szerint. Az agyé ennyi nincs. Jó, ezek rossz hírek. Ezek rossz hírek, ahol az örök élet reményét keltő misztikumban. Igen, itt ide valaki is igaz, hogy a test ugye 20 éves, a fej 70 éves, a 70 éves pali lenéz, hát erre már nem is emlékszem, ez mi történik. Ugyanis nem érted a reakciót, igen. Igen, igen. Azt nem is látod, hogyha egy nagyon bátran gondolkozzunk most, tényleg legyél nagyon, engedj el mindent, és azt mondod, hogy 30 év múlva azonban elképzelhet, hogy ezt meg lehet oldani. Arra van reális esély? Hát elektronikával. Az idegek összekapcsolása. Magyarul az, hogy a föntről jövő ingerleteket elektronikát fogja átvinni az alsó pályákba. Ezzel már vannak komoly kísérletek egyébként végtagmozgatáshoz, és biztatóak is, de hát nyilvánvalóan, hogy azt a finom mozgást, és azt a célirányos, és tehát az összes lehetséges dolgot, amit egy egészséges ember tud, az nem tudom, mikor fogja tudni az elektronika, ha egyáltalán fogja tudni. És ezek nem ilyen egyszerű dolog. Ha Balázst, ha látnád, milyen szomorú te. Na minden. Ne, hát igen, írja egy hallgató, hogy azért azt megnézné, mint hazamész egy szorgos nap után, és a Jani fejével belenézel a te hűtődbe. Vagy a Jani hűtőjébe te belenézel fel, igen. Tehát egy szorgos nap után hazamész, és kinyitod a Jani hűtőjét, igen. De állítok, a 70-es években ezzel már kísérleteztek majmoknál, mármint hogy fejátültetéssel, az se nagyon sikerült. Ez egy bevett dolog, hogy először az állatoknál, ha az elkezd nyilván működni, akkor lehet abban gondolkodni, hogy előbb-utóbb az embereknél is működhet? Hát még hamarabb, tehát úgy értem, hogy még korábban kell kezdeni, mint az állatok, mert in vitro, tehát még élő lények nélkül is lehet ezeket a dolgokat előkísérletezni, vagy modellezni, tehát azért ez nem úgy van, hogy elkezdjük, és egy ember fejét gyorsan levágjuk, aztán megnézzük, hogy sikerült-e vagy sem. Nyilvánvaló, ennek megvannak az etikai szabályai. Ezekről a 80-as évek kísérleteiről csak félfüllel hallottam, de tudományos, a valóban elfogadott tudományos irodalomban ezek nem szerepelnek. Valaki csak kísérletezett. Hát nagyjából erre a válaszra számítottunk, igen, ezért is érdekes ez az olasz doki, aki azt mondja, hogy jövőre elvileg, ha van elég pénz, akkor ő ezt bevállalja és megpróbálja megcsinálni.
Érdekes. Jó, hát hallottuk már a klónozott gyerekeket is, aztán nem láttunk még egyet. Hát hogy nem, persze, mindig van valami olyan jelölt, aki kicsit Istennek képzeli magát, és mond dolgokat, aztán kérdés, hogy ebből mennyi minden valósul meg. Doktor úr, köszönjük szépen, jó munkát kívánunk neked. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, dr. Székely György, idegsebésznek. Hát akkor egy ideig gyerekek mindenki marad. Hát vagy a fiatalon kell tartani az agyunkat. Hogy? Hát kijárogatni a játszótérre, tudod, ugrókötelezgetni, meg hogy hívják ott ugróiskolát játszani, lapáttal homokozgatni, stb. És akkor átverjük az agyunkat. Akkor inkább keresztre is, mint fejtek azért, mint hogy... Ne szaladj ennyi előre. Ne hagyjon ki nélkül, mondj ekkorát. Ismerném a saját képességeimet, azért először fogják egy homokozó lapátot, igen. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Na, ugye lehetetlen szomszédok beköszönése, erről beszélgetünk már a hírek előtt egy picit, tévánk pedig nem lesz más, mint hogy milyen az, amikor új szomszéd érkezik hozzád és beköszön. Ugye a téma indítót egy nagyon helyes kis videó adta, miszerint ugye megérkezett egy új szomszéd, valószínűleg nyilván, vagy éppen vásárolt valamit, de lehet, hogy ők inkább odaköltöztek, egy budai lakásról van szó, megvették, felújították, majd azt mondták, hogy szombat reggel akkor welcome party tartanak, és megérkezett helikopterrel a jacuzzi. Hát most hagyták volna a régi lakásban. Hát most ez úgy, ez szerintem szemtelen, valahol tetszik a dolog egyébként, tehát ha már jacuzzit van, így kell felvinni helikopterrel. Most mit ott érted, forgolódni a lépcsőházban a rohadtnak jacuzzi? Nem tudsz, tehát van, ahova effektíve lehetetlen bevinni, nem fér át a bejárati ajtó, nem tudod a lépcső. És azt nem tudod más, hogy ha akarsz egy jacuzzit a tetőre... Építettek volna oda egy darút? Vagy egy darúval, vagy egy jacuzzival kell megérkezned ők, vagy egy helikopterrel, ők ugye ezt választották, hogy miért szombat reggel, azt nem tudom, de szemtelen. Picit. Akkor volt szabad a helikopter. Tetszik is a dolog, meg szemtelen is. Akkor volt szabad a helikopter? Akkor volt szabad, gondolom, hétfőtől péntekig mindenfele járkált az országban, szombaton tudták szabaddá tenni a járművet, és ezért. De szerintem azért sok trozsőr fellélegzett, hogy nem neki kellett felvinni. Tényleg. Az milyen, amikor hallott, hogy mondjuk ott laksz ebben a budai lakás, és hallott, hogy a helikopter már 10 percek körül, nem tudod, hogy mi történik, kinézel, és azt látod, hogy Józsiék teszik be a jacuzzit. Hogy a magyar ember nincs erre felkészülve, nem? Te kisebb dolgokért is nagyon anyázol. Ha a szomszédod vesz egy új fűnyírót, meg akarod, hogy halljon, mert kicsit ilyen a magyar ember. Meg szombat reggel 6 óra, tehát az a tényleg érthetetlen, amit mondasz, hogy valószínűleg akkor ért rá a gép. Na de... Hát nincs egy berepülési engedély. Képzeld neki, hogy megkérdez a szomszéd azt, hogy teliket drága, nem tudja, hogy mi az a jacuzzi, az új lakó jacuzzi. Mennyire szerethetnek a lépcsőházban utána téged, mikor így elmész egy lakógyűlésre, vagy így beköszönsz, elnézést, én az új szomszéd, bocsánat. Vagy kiírta? 6 órakor helikopterrel érkezik a jacuzzim. Elnézést? Tisztelt lakók. Reggel 6 órakor. Helikopter zajra ébredhetnek, mert bedemeltettem az új jacuzzimat. Az okozott kellemetlenségekért előre is elnézést kérek, tóték. A bejárattól jobbra napellenzőket, hidegüdítőt és ropogtatni valót fogunk árulni. Nem szeretem ezt a történetet. Nagyon. Egyébként ma már egy jacuzzi nem annyira elérhetetlen, nem számít annyira arcpirítónak. De otthon összerakható, ilyen svéd változat nincsen belőle? Van, csak az olcsóbb és folyik belőle a víz, de ebben van. És akkor kirakta azt is, hogy az alánt lévő listára írják be magukat, mindenkinek 5 perc jacuzzizás biztosítok, miután üzemel a szerkezet. Hidromasszázs, extra buborék üzemmód, 5 percig használják a jacuzzimat, belepisilni nem. Nagyon jó, igen. Nagyon jó. Akvapark a tetőtérbe, mini akvapark. Van egy hallgatónk, aki tud erről a projektről két mondatot mondani. Gábor, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Ennél nem kell, nehogy reklámot mondj, meg cégnevet véletlenül sem ezért hívunk, de hogy te ismered ezt a történetet? Vagy tudod, hogy miért kellett helikopter? Vagy generál kivitelező, vagy esetleg? Vagy tiéd a kecó, igen. Mi vagyunk a generál kivitelezőjének az ingatlannak. Uh-huh. Na, figyelj, nagyon szemtelen ez a helikopterrel, beemeltetjük a jacuzzit, ezért ez tetszik. Ez menő. Miért kellett reggel mennetek? Vagy miért a hajnali óra? Azért volt a hajnali óra az emelés időpontja, mert napfelkeltek óra a legkedvezőbbek a légviszonyok. Ja, azt hiszem, azt mondta, akkor készülnek a legszebb fotók. Igen, mondom, az nagyon gizda. A piárosunk mondta, hogy akkor menjünk, mert hogy olyan szép a háttérben a napkorong. Az nagyon szemtelen, hogy a napfelkeltek a legszebb. Ez is benne lehetne, de sajnos nem emiatt volt a korai időpont, hanem azért, mert akkor a legcsendesebb a szél. Napfelkeltekor, meg napnyugtakor, és így a napfelkelte az, amikor hosszú ideig világos van, nem sötétedik ránk, és emiatt ezt az időpontot választottuk. De hogy effektíven nem is fért át az ajtón, a lépcsőházban, hogy azért ez ilyen jacuzzi másfél-két tonna is lehet, ha még nincs benne víz, plusz mondjuk 2 köbméter víz, tehát ennek kell... Főleg ez a 8 személyes. De hogy nem fért volna, begondolom, tehát nem tudtátok ezt gurtnival fölvinni. Most lakás, úgyhogy itt nem lehetett volna befűzni egy ekkora jacuzzi semmilyen más módszerre. Aha. És akkor van egy helikopter vezetőben, van egy cég, aki azt mondja, gyerekek, én x 100 000 ért földobom nektek a tetőre? Ez így van.
Van cég, aki azzal foglalkozik, hogy helikopteres teher emeléseket hajtanak végre. Ez nem tartozik a hétköznapi megbízások közé, de így tudtuk megoldani igazából ezt a feladatot. De nagyon könnyű természetességgel beszélsz erről, hogy beemelsz egy jacuzzit. Persze, egy helikopter lemeli először a tetőt, berakja a jacuzzit, utána visszarakja a tetőt, és megy a dolgára. De nyugtass meg, hogy legalább valami jobb amerikai, vagy valami kínai. Esetleg. Hát erről nem szeretnék beszélni, ez egy jacuzzi. Nem is kell. Akkor gondoltuk, hogy azért nem a legrosszabb kategória. Igen. Jól van. Oké, köszi, hogy becsörögtél, csak ezt tudnunk kellett, tehát hogy a szél miatt. Szél miatt történt ez így. Hát a szél miatt történt ez így, illetve azért, mert a daruzás nehézkes lett volna megoldani itt a belváros közepén. Útzárást kellett volna csinálni, felső vezetékeket kellett volna lebontani, szóval sokkal nagyobb fennakadást okozott volna itt a hétköznapi életben, és emiatt ez meg egy kis zajjal járt, meg csodálkozással, de 5 perc alatt lezajlott az egész. Persze, nyilván mi is kicsit itt karikírozzuk a dolgot, hogy oda repül, lerakja, elrepül, tehát nem egy akkora történet. Nekünk témaindítónak egyébként kiváló, egy jó beköszönés a szomszédtól, hogy meghozta a helikopterrel az új jacuzziát. Szeretjük ezt a történetet. Gábor, köszi! Jó poén volt nekünk is. Sziasztok! Köszi, hogy elmondta. Ciao, jó munkát nektek. Hello. Jaj, basszus, elfelejtettünk megkérdezni, hogy a cég vállal-e görgetést, mert hogy most megvetted a Budapest Eye-t a hátsó kertben. Gyerekek, egy körre ingyen jók vagytok. Egy körre ingyen jók vagytok. Na, hozzátok költözött új szomszéd? Vagy volt olyan, hogy úgy köszönt be a szomszéd, hogy valamit izzított, mint a helikopteres jacuzzi? Hát tehát, hogy amikor megérkezik, elköltözik a régi, és elkezdesz szorongani, hogy na vajon ki lesz az új? Hát ez mindig egy nehéz kérdés. Ez egy régebbi lakásban történt, amikor még Békés szóval Csabán... Oda nem fér be, amit behoztak a régi lakáshoz, mert egy háromlábas, nagyméretű, fehér Bösendorfer zongora érkezett, aminek akár örülhetnél is, de kinéztünk, és látta a szomszéd a riadt arcunkat, de nem csak nekünk, hanem a másik oldalon is, és megnyugtatólag a következőt mondta. Zolika, csak most kezd tanulni, semmi baj. Aha, igen. Hülye vagy, hát legalább játszol jól a gyerek. Amit érted? Nem akarsz, az egy zenét gyakorló, igen, hangszeren játszó fiatal gyerek, aki most barátkozik a hegedűvel, vagy a gordonkával. Igen. Mondjuk, minden. Ha fehér, akkor azt inkább a tapétához vették, hogyha ez volt számukra fontos. Aztán elköltöztünk, mi ez az albérlet volt, ahol mi annak idején laktunk, úgyhogy nem tudtuk meg a végeredményt, hogy Zolika megtanult rendesen zongorázni, de az a 4 hét a szörnyű volt. Jó, de figyelj, hogyha ti költöztek valahova, és meglátják, hogy a trozsörök viszik egy gitár, 2 gitár, 3 gitár, 4 gitár, 1 gitártok, és akkor a disznópörzsölővel még nem is akkor még a disznópörzsölő, akkor azért ott is van egy kis várakozás, hogy igen, vajon fogsz-e otthon gyakorolni. Lesz-e belőle valami? Szerintem a szomszéd már ott ássa el magát, ha lakás felújítással kezd. Nem? Tehát szerintem az a legkegyetlenebb. Megérkezik a szomszéd, nálunk is egyébként, szomszédunk, aki egyébként kedvelem és nagyon jóba vagyunk, de egy laza másfél hónapos, mondom, tesó, még úgy mit vered? Miért nem pontatod le az egész házat? Tehát, vagy miért vetted meg? Sziklára épült az a ház, basszus. Tehát, mit csinálsz egy hete azzal a légkalapáccsal, és mit csinált a régi szomszéd, hogy neked ezt le kell bontani? Majd áthívott, megmutatta. Ittunk is gyorsan egy bort, és mondta, hogy még azért tartsa ki, megy a másfél hét brutóban. Csak a melszobrát faragták. 3 hétig. Ezt hallottad, tehát itt már egy szomszéd komoly hibát követel. Aztán persze nagyon szép lett, meg tényleg jobb is, hogy megcsináltatta, mert sokkal szebbet csinált, de ha lakásfelújítással kezd a szomszéd, ott már a fene megette az egészet. Persze. Mármint a viszony, nem? Azonnal vége van. Nálunk gyakorlatilag ez történt, az első nap volt. De most ti vagytok. Följött ez, nem, ez egy előző lakás volt természetesen, amikor még alattunk is laknak, és... Ugye a festők meghatározták, hogy ők mikor fognak tudni jönni, tehát mi ehhez igazoltunk, mert mégiscsak ők voltak a szakik, meg azért sürgős is volt a dolog, mert nem volt olyan állapotban a lakás. Elmentünk, este 9-kor még a festők ott voltak, természetesen nagy létráról lépegettek a lakásba, jobbról, balról, jobbra, 9 óra magasságába megjelent az alattunk lakó kedves szomszéd, és jelezte, hogy hát szépen is beszélt, de azért éreztünk benne egy pici elfolytott feszültséget, hogy ugyan hagyjuk már, hogyba, mondjuk normál körülmények között ugye 10 óráig nem számít. Nem számít minek is, hogy szokták ezt mondani? Csendháborításnak pontosan, hogyha valami zajt csinálsz. Tehát ő 9 órakor feljött, hát mondtuk neki, hogy ne haragudjon, tényleg nem akartunk semmiféle problémát, meg a festők azt mondták, hogy ekkor tudnak jönni, eddig fognak tudni dolgozni, de már be is fejezzük. De ott szerintem egy picit el is ástuk magunkat. Nincs most már ez a 10 óráig, szerintem valami délutános cucc van. Tehát a csendháborítás... Ekkor ezt sokan nem tudják.
szerintem az már nem működik. Ezt nem tudom, hogy ez hogy van. Formán. Feri, én voltam a zongorás, Mága Zolika. Csepeli új szomszédunk 14 napig szellőztette a lakást, mert büdös volt. A probléma az volt, hogy januárban volt kint mínusz 10, a mi lakásunkban meg 15 fok. Brown küldte nekünk. Na, hát az új szomszéd 14 napig szellőztetett. Hát, igen, most festék, büdös volt. Te szeretsz festékszakban lakni, nem? Na. Nálunk az új szomszéd úgy ünnepelte meg a költözés, hogy első este benyomott, mint az atom. És valószínűleg elhagyta a kulcsát, mert egy nagy puffanásra ébredtem, gyorsan kirohantam, és látom, hogy az állat rúgja be a saját ajtaját. Ez buszos Satyi küldte nekünk. Nálunk mi voltunk az új lakótársas, az nyugodt környék, az első estéig nyugodt volt, aztán a kedves szomszéd házi bulit csinált, ráadásul élőben dobolt. Ez körülbelül éjfél körül, 3 hét múlva el is költöztünk. Írja nekünk egy hallgató. De egy buli miatt, vagy minden este volt buli? Valószínűleg minden este volt buli. Az én új szomszédom úgy köszönt be, hogy kétszer feljelentett. Pisti küldte ezt nekünk. Az nem jacuzzi volt, gyerekek, hanem a kutyám itatója. A kutyát még nem vettem meg, Laca küldte nekünk. Mellettem lévő lakásba költöztek fiatalok, éjjel haverokkal ordítoztak, vagy pedig üvöltve szexeltek. Már elköltöztem. Attól rosszul voltam, ha csak megláttam a kocsijukat. Még az üvöltve szexelés, azt bírom. Hát csak kedved van neked is. Azt szerintem az nem. Üvöltve, hörögve szexelnek a szomszéd, az egyébként tud szórakozató lenni. Új szomszédok bemutatkoztak, majd a nő megszólalt. Nem vagyunk részegek, csak egy kicsit ittunk. Igazi bosszantó szomszédok, írja. Írja nekünk egy hallgatom. Az új szomszédok beköltözése óta minden nap jönnek a rendőrök, ugyanis a családfő házi őrizetben van. Azért az milyen kemény, amikor beköltözik melléd egy házi őrizet. És bár nem sok rosszat csinál ő, hát a természetben él. Igen. Csak mondjuk így nem szívesen mész át szólni nekik, tudod, hát ha valami következménye lesz. Hát ha vannak még rokonok, barátok szabadlában. Igen, beköltözött a szomszéd, pár nap múlva összerakta a kerti pavilont, és már hajnalban is dombolt a zene. Kerti pavilon összerakás, szenzációs. Egy-két nap elteltével jött egy szél, elvitte az egész sátrat, mi az ablakból néztük megkönnyebbülve. Azóta is mindenkit kikészít ez a figura. Solymász barátom új házba költözött, szomszédokkal bemutatkozás után közölte, hogy legyenek szívesek lelőni a solymát, ha az átrepül hozzájuk. Jaj, dehogy bántjuk azokat a szép madarakat, de nyugodtan, mert én is lelövöm majd a maguk macskáját. Ez korrekt, ő megmondta. Mert a macska tessék, meg elkapja a madarat. Bizony. Nagyon szép, igen. Este 8-tól 10-ig légkalapáccsal bontották ki az új lakónak a fém ajtókeretet, hogy még éjfélig berakják az újat, azóta se lakik itt. Egy pécsi panel. Ezt meg kell csinálni, mindjárt beköltözünk, értse meg. Na igen. Debrecenben laktunk lakótelepen a 4-es főút mellett, falusi család költözött be alánk, és este pakolás után a 4 emeletes ház és a főút közötti füves közterületen tüzet raktak, és nekiálltak szalonnát. Szerintem ez korrekt. Feri, nem is mondtad, hogy Debrecenben is béreltek egy lakást. Így volt, hát most érted, volt fű, volt út, meg a lakás. Ennyi, faragtápál nyársat aztán. Otthon is kimész, nem az Na jó, de azért a 4 emeletes ház és a 4-es főút közé azért ott raksz egy tüzet a füvön. Hirtelen holra? Megérkeztél, és szalonnát sütsz a gyerekkel. Miért a harmadikon rakják tüzet? Hát más arra azért ott sétál, kutyát sétáltat, lefekszik, pihent, ott raksz egy tüzet. Van mit enni, van mit inni. Adunk neki szívesen. Hihetetlenek vagytok ki. Korrekt. Volt pálinka is. Barna küldte nekünk, köszönjük szépen. Az új szomszéd naponta 20-szor nyitogatja a nyikorgó villanyóra szekrényt, és vasárnaponként zsoltárokat énekel az ablakban. Jó szomszéd. Ez nekünk is megvolt. A zsoltárt értem. A villamos szekrényen mi van, gyerek? Azt miért nyitogatod? Mert a zsoltár oké, hát nyilván. Hát ellenőrzi a fogyasztást. Vagy pedig nézte, hogyha bekapcsolnak vitorövére, bekapcsol egy mosógépet, bekapcsolja a centrifugát, mennyivel pörög jobban. De nekünk egyébként az ájtatos szomszédok megvoltak. Albérlők voltak, fiatalok, nagyon kedvesek, nagyon helyesek voltak, csak ők viszonylag sűrűn énekeltek, dobozgitárral kísérve ilyeneket. Ja, kis Jézus megszületett, örvendjünk! És azért... Még ez augusztusban azért elég meleg. Hát meg amikor a gyereket altatni akartam, tudod. Azért mi együtt éreztünk, nagyon kedvesek voltak, nagyon helyesek voltak. A kis Jézus megszületett, örvendjük. Aztán Móni átmentett, rájuk rúgta az arcát. Egy ízlésesen. Mi meg azért örvendenénk, ha tudna végre aludni a gyerek a másik oldalon. Nálunk én voltam a bunkó új szomszéd, az utcánkban nagyon kedvesen fogadott mindenki minket, én meg a blogomban leírtam, hogy hányok ettől az egésztől, attól, mert itt lakunk, még nem kell barátkoznunk, hogy egy utcába költöztünk. Kiderült, hogy mindkét szomszéd lelkes olvasója a blogomnak. Volt, lelkes olvasó volt. De szép, amikor téged kedvesen fogadnak, igen, és ez neked nem tetszik.
Egyébként meg régen ez úgy működött, hogy ha te oda költöztél valahova, akkor sütöttél egy tál sütit, fogta egy üveg italt, és szépen körbe mentél, és beköszöntél mindenkihez. De nem akarok De tudd, hogy kivel laksz egy házban, ki lakik melletted, ha baj van, akkor tudjál oda menni hozzá. De miért legyek bele egy vadidegen sütijébe? Nem vadidegen, ő a szomszédol. Kézzel, fűzsíros kézzel, az izével piszkálta az órát, beletette a pitében. Nem lehet, hogy fürdik. Tényleg, nem lehet. Meg, hogy a Balázs körbe sétál a saját maga által készített sütemények, az inkább sértés. Mondjuk igaz, engedjük el. De utánám teledél a szomszédomat. Kutyám nincs, kér. Eszik? Nem eszik? Jönnél ott egy hát kis de izény. Nem, hát persze. Valikám, hadd mutatkozzak be, én vagyok a szomszéd, ígyunk meg egyen. Ígyunk én csak egyen. egy a figyelőn így lesnélek, hogy nem nyitnék ajtót. Nem, te kilőnél. Hajoljon kicsit közelebb, Ferike. Sütike, puf! Est a pedlivel, na, tehát kedvud, reggel 8 óra van fel. Nem, egyen már, kicsire nem adnunk. Egy meg nem ital, ígyjuk meg a másodikat. De Feri, nyomjál. Van itt valaki? Zavarok? Ha, már benn vagyok a nappaliba. Nem zavarok, ugye? Lecsütje nekem be a székbe. Ígyjuk valamit, van egy tojástikör, mondjuk ki gyorsan. Azon, hely, nézd már, ott a bárszekrény. Meg se király az új szomszédot. Én vinnék, hát te viszel új szomszédként. Nem vittem. Hát azt gondoltam, elsőre is szerintem. Én nem tudom. De jobban vagyok az összes szomszédommal, csak én nem éreztem ellenáltatlan vigyet, hogy egy frissen sütött forró almás pitével átrolnyak a szomszédba. Tehát ez valahogy... Örültek volna hidegnek is, hogy ha igen, hideg madárhelyet is vihetél volna. Valahogy nem, ennek annyira nem tudom, nem döltem el. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Hát olyan szomszédokról beszélgetünk, akik úgy köszöntek be, hogy valamilyen merényletet hajtottak végre a régi lakók ellen. Na, merénylet nyilván idézőjeles. Ugye a kiinduló hírünk az ember volt, aki beemeltette helikopterrel a jacuzziát. Ez egy jó beköszönő, kivéve azoknak, akik mondjuk esetleg megijedtek hajnalban a helikoptertől, de ugye megjött a jacuzzi, és beszéltünk a generál kivitelezővel, aki azt mondta, hogy a szél miatt kellett hajnalban jacuzzizni, vagy helikopterezni, és akkor nincs, ugye itt tudták beemelni a jacuzzit. Vízzel együtt nyomták vajon. A helikopter rotori az nem csinál szelet amúgy? Hát az gondolom más irányú más szelet csinál, szél. Mint amikor egy nagy keresztirányú szél van, és belengeti azt a másfél két tonnás jacuzzit, azért az egy picit más. A rotor az maximum lefele nyomja a levegőt, hogy fönntartsa a helikopter. Tehát az effektíve egyenesen amikor tartja. Amikor engem emeltetek a Balcsi parton, meglepi helikopterezés, alatta nincs szél. Nincsen szél, azt mondom, igen, alatta hogy nem nagyon csinál. Semmi. Ahogy ott állsz előtte, akkor így lobog mindened, fölszáll, igen. És én besétáltam alá. Még fura is lenne, ha egy szállításra szakosodott helikopter, azt, hogy nem tudunk fölszállni, mert elfújt, mindig szél van alatt. Nem az a ház, ez a ház, te mindegy, most már van agyolok. Sajnos nem tudunk fölszállni, mert akkora szél van a helikopter alatt, és fog ez változni, mindig szél van a helikopter alatt. Nem tudunk költöztetni, igen. Hogy mit csinált az új szomszéd? Ugye ez a kérdés, ez a témánk. Itt van Julcsi. Hello, Julcsi, jó reggelt! Sziasztok, srácok, jó reggelt! Hello! Honnan hívtál minket, Julcsi? Én Debrecenből telefonálok, de egyébként hajdúszoboszlói a történet, amit megírtam nektek. Új szomszéd sztori. Antibácsi megérkezett. Antibácsi költözött hozzánk, egy 4 lakásos társasházat, képzeljétek el. Mi a második szinten lakunk, ő pedig alattunk költözött. Mert Anti bácsi egy nagyon tevékeny idős úr, 85 és 90 év közt van, és lecsempésztette az erkélyét. Csendben, tehát minket nem is zavar, még hogyha hangoskodik is, nem volt probléma. Másnap Anti bácsi feldúltan, szinte ordibálva érkezett föl, becsengetett hozzánk, anyukám nyitott ajtót, és azt mondta, hogy tönkretettük az ő frissen csempézett erkélyét, ugyanis az internetünk, rácsötögött az erkélyre. Antibácsi, igen. Antibácsi kereskedett, vagy keresett egy kapaszkodót, érted? Amivel ő tud barátkozni. És ezt találta, hogy ha nálatok van internet fenn, az biztos, hogy lecsöpög. Próbálj az a súrolószerebe lehozza a gigabájtokat. Próbáljátok meg megmagyarázni neki, hogy mi is az az internet, hogy az nem vezetéken jön. Na és ugye anyukám lement, hogy megpróbálja elsimítani ezt a konfliktust, és megnézte, hogy mi is lehet a mi lecsöpögött internetünk. Na hát ez kiderült, hogy ilyen lila kis madárgyűrűlékek voltak, amit megmutatta neki, hogy így fel lehet kapargatni, tehát igazából ez nem az internet, de Anti bácsi azóta is váltig állítja, és csúnyán szokott nézni ránk, amikor találkozunk, tehát mindig valami van, amiben bele lehet kötni, de hát az időszak Anti bácsi nem egy egyszerű teremtés, akkor igen. És nem is jó a viszony, tehát nem is vagy tök jóban, Anti bácsi jön, valamit morog a bajszalat, majd megy tovább. Pontosan ilyen.
egyébként, tehát volt már olyan, hogy a szemetes kukánkat visszahúzta, hogy ne vigyék el a szemetet, hajnali 5-kor bepálinkázva az udvaron énekelget. De hát, hát Atti bácsi a magának való. Igen. Vannak unokái, vagy mennek hozzá látogatni? Nagyon ritka. Ritkán. Van egy felesége, de ritkán látunk. Vigyetek fel egy tálca süteményt, meg egy kis piát, amit a Feli tanácsolt. Az mindig beválik. A jó viszony kedvéért. Igen. Nem egyébként, tehát nem vagyunk mi is ilyen konfliktus szeretőek, csak így ez az a sztori, ami megmaradt a csöpögő internet. Jó, Bocsi, köszi, hogy elmondtad. Jó én munkát, vigyázzatok magatokra. Ciao. Hello. A mellettünk lévő lakásba költözött egy idősebb hölgy, és állandóan kis leveleket ír anyukámnak, meg nekem is, és oda teszi az ajtóba. Múltkor például csak annyit írt, hogy ha megyek dolgozni, vigyek esernyőt, mert esik az eső. Most ez tökéletes. Hát nem, hát figyelmeztet. Igen, plusz a múltkor át kellett mennem hozzá, mert nem tud SMS-t írni a telefonjáról, és nekem kellett megírni. Írj egy hallgató. Ráadásul neki írta volna az SMS-t. Hogy jöjjön át megtanítani SMS-t írni, de nem tudott, így aztán. Igen. Egyelőre nekem a vidékről felköltözött család tetszik a legjobban, akik raktak egy tüzet lent a... Szalonna, nem úgy van, kellett sütni azt a szalonnát, vidékről jöttek, beköltöztek a társasházba, de azért a régi emlékeket meg kellett őrizni, raktak gyorsan. Hát a Gázrezsó fölött nyársaljanak, nem? Lesz ott még disznóvágás is, megnyugodhattak. Itt van velünk Péter, hello Péter, jó reggel, hello, ciao. Sziasztok. Az én szomszédom is olyan srác, egy elég egyszerű fiú, úgy gondolta, hogy itt szépen apránként körbetrágyázta a veszélyesül lakás valakik, egy a 20 cm körbetrágyázta a lakását, hogy majd gazdálkodik benne. De bent várjál a szobát. Nem értem. Ez egy lakótelepi lakás, és a szélső az övéké. És egy hétig nem bírtuk haza, nem tudtuk, honnan jön a büdös. Az egyik szomszédasszonyka kiszúrta, hogy valami nem jót a talajjal, és akkor ő bevallott, hogy tényleg úgy gondolta, hogy mivel egy panellakásban laktok, és ő lakik legalul, kertre néz, vagy zöld fűre néz. Ez egy háromfalas lakás, mint a háromfal az övé. És körbe oldalt, két elől, hátul szépen körbe trágyazta, amíg az övé tartott egy óalakba. És mit mondott, mi lesz, rózsa vagy paradicsom? Nem, semmi. Ilyen konyhakerti növényekre gondolt, mert odahaza se tudta csinálni. Ez aranyos mondjuk, ezért ez. Sokan csinálják, főleg akik mondjuk vidékről költöznek lakót. Azért, amikor a körbe trágyázzák a kertedet és szarszak van, azért az aranyos az. Nem ez az első szó, ami eszemét, hogy az olyan aranyos. Aha, hát három hétje itt ülök a szarszakban. Olyan aranyos. Belőle, utána 8-10 zsákba szedte össze, vagy még többen, és én vittem neki fúsiba konténert, hogy tűnjön el onnan. Uh-huh. Mit tudom, egy tardisznót az erkélyen? Vagy csinál most ilyet, vagy most erről leállt? Vannak dolgai, de már csak növények. Ja, már csak növényekben utazik. Már csak növények, igen. Az egyébként a jó. A hat lakó meg az a többi pár százak jött a környék, akik nem kultiválta, de mondom, hogy rá se jöttünk, hogy mi az. Csak olyan egyszerűen bejelentette, hogy majd gazdálkodni fog. Ez egyébként bírom, ő gazdálkodik. Igen. Ja. Merre laktok, Péter? 16-ba. 16. kerület. Aha. Igen, perem kerület, de annyira azért nem perem, hogy gazdálkodjunk. Picit talán erős, igen. Péter, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én is köszi, sziasztok. Hello. Milyen fűz, zöldség, gyümölcs, ott érted, csak kinyúlsz, ott a fán, az alma. Szimpatikus, némi házi állat is jött volna idővel mellé. Igen. Az új szomszéd nálunk rövid időn belül kapcsolatba lépett az egyedülálló anyukával. A lakásfelújítás helyett most ezt hallgatjuk. Irigy vagy mi? Kizárólag éjjel. Irigykedsz. Írja egy hallgató. Na jó van. Az én szomszédomról pedig csak annyi 27 rendbeli vádlott pedofil. Többet ne akarjatok tudni, írja. Írja nekünk egy hallgató. Mint új szomszéd, tudod, amikor elmész a welcome partira, és rájössz, hogy... Itthon hagyom a srácokat, szomszéd, leszaladok. Igen, tudod, az nem biztos, hogy, igen. Nem biztos, hogy jó. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Varga Viktor, gyerekek, hát ugye eléri a célját, mert hogy már ha mi is róla beszélünk, akkor már ő tulajdonképpen célba jutott, de nem is baj. Néhány mondatot beszéltünk róla. Ő ugye fényt kapott, már valószínűleg születésnél egyébként, kiment Párizsba és megcsókolta a Mona Lisát. És hát én ezt a videót megnéztem, ő először énekel, az egészet nagyon jól felépítette, énekel egy picit a Louvre-ban, és utána felpattan, mert hogy úgy kell elképzelni, valaki nem látta volna még a Mona Lisát, mint tudom, videón vagy élőben, hogy előtte van egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen rejtett polcszerűség, amire ugye gondolom a takarítók állnak föl, amikor az üveget tisztítják, vagy hogy szebb legyen, egy ilyen kis pódiumszerű,
arra lehet föllépni, és üveg mögött van a Mona Lisa. Egy úgynevezett lebegőpolc. Egy lebegőpolc. Ez a hivatalos neve, de ez egy jó, ez ilyen egy négyzetméteres körülbelül, mintha ilyen egyszer egy méter lenne. Körülbelül ugye van ez, és előtte van a kordon, hogy ne lehessen egészen közel menni hozzá. Már egy korábbi esetből kifolyólag, mert hogy ugye, mint minden normális képtárban, korábban egyszerűen csak lógott a falon. Igen. És hát még lehetősen kicsi képről van amúgy szó, az ember nem is gondolná, hogy mennyire pici, és korábban is volt már, hogy nagyon közel mentek, sőt, valaki meg is próbálta leemelni a falról, megérinteni, stb. Aztán ezért. Na, és én megnéztem ezt a videót, de hogy ez szerintem szörnyű. Tehát szerintem ez az egész, és nyilván felhívjuk a Viktort, nyilván nem akarom őt bántani, meg tényleg mindenki azt csinál, amit akar, de olyan ciki, hogy ezt megint valaki tőlünk csinálta meg. Szerintem ez nem jó, ez nem menő, ez kellemetlen. Ha azt érzed, hogy most akkor, ha ennek híre megy a világban, egyelőre nagy híre akkor még nincs elejében, gondolni róla? Hogy akkor azt mondják, hogy a magyarok... Annyira, nagyon semmi, csak ez, tudod, ez a jaj, már nem tudok mit kitalálni, akkor felépítek egy ilyet, hogy megveszek egy fapados egyet, kimegyek a párizsi Louvre-ba, fölállok, és majd megcsokom a Mona Lisát, hogy aztán majd megnézik a videómat. Mert ugye Viktor le is nyilatkozta egyébként, azt tetszett, hogy őszintén elmondta, hogy ő ettől világhírt remél. Igen. Hogy megnézik a videóját majd, és akkor meg felfedezik. Meg ezt korábban bejelentett, hogy ő ezt meg fogja csinálni, és akkor persze legyintettek azért a pár, hogy persze meg fogja csinálni, jó van, feküdj vissza, vagy vedd be a bogyókat. De ez olyan, gyerekek, ez ciki. De hát a fiú ez így él. Szerintem ez olyan ciki. Szerintem nekem nincs bajom a Viktorral, sőt, Cintiával én nagyon kedvelem őket, mert egy egyéni dolgot képviselnek itthon. Bár most már szerintem kezd átmenni magamutogatásba ez a dolog. De az elén csináltak, én nagyon kedveltem őket, Cintia diktátora. De ez annyira kellemetlen. Figyeld, ez kellemetlen. Most nevedd magadra, vagy akár magadra is veheted. De szerintem megint egy picit ilyen magyaros fanyagás. Nem, itt nem arról van szó, hogy ez valamiféle teljesítmény lenne, de szerintem csak egy geg, egy polgárpukasztó dolog, ami egyébként, hogyha bármelyik másik ország bármelyik másik állampolgár csinálom, hanem hasonlót, akkor mindenki azt mondja, hogy de vagány, hú de laza. Tehát azt mondta, hogy amerikai csinálja, akkor azt mondja, hogy ez menő. Érted, ott van például Jimmy Jam. Én vagyok az öreg. Állandóan, ha már megint hallottátok, már megint mit csinált a Jimmy Jam. Már most meg beruhant egy Barcelonára, most meg beruhant az Eurovíziós Dalfesztiválra, hú, milyen az ő, milyen magány. Semmi más nem akar az a csávó sem, csak azt elérni, hogy a világon mindenhol ismerjék a nevét. Ugyanazt csinálja gyakorlatilag, mint a Varga Viktor, és még énekelni sem tud. De valahogy elmondják, ezt mondják rólunk, hogy nem mondanak semmit. Vagyunk. Megnéztem, hányan látták a videót 300-an eddig. Aha. Abból... Nem, már többen? 90 ezeren. Ja, akkor én még tegnap előtt láttam. Tehát most már 90 ezeren megnéztem. Jó, még lesz van a belehaloktól, de hát... Igen. Nem tudom, én aztán tényleg nem vagyok. Tehát, hogy ti sokszor szerintem sokkal konzervatívabb módon gondolkoztak bizonyos dolgokról, de én erre azt éreztem... Polgárpukasztásban nem. De ez szerintem ez prosztó. Tehát, hogy most egy múzeumban elmész... Ezen a Miley Cyrus-tól belefér, hogy állandóan csinálja a botrányokat? Hogy, na, de ez más. Hogy miért egy múzeumban elmész, nem tudom, hát ez nem is elmész, érted, a Vatikánba, hát most akkor nem nyomsz meg egy hangkürtöt, miközben állsz és nézed a nem tudom. Hát dehogy nem. Nem rossz. Viktornak megvan a következő. Elmész, azt megnézed, hát nem ugrasz föl egy színházba, zsebretett kézzel, és kezded el köpködni a szotjét. Én nem vagyok aztán ilyen nagyon prűd, de hogy én szerintem ez prosz. Hát igen, fura is egyébként, hogy pont te mondod ezt, hogy vannak szabályok, miközben általában te vagy az, aki leginkább küzdesz az ilyen szabályok ellen, hogy neked nem mondja meg senki, hogy mit csináljam a múzeumban, ha ti ott meg akartok teríteni, és akartok magatokhoz venni egy kis ízét uzsonnát, a gyerekéhes. Na jó, hogy a múzeumok éjszakáin én azért sokszor fogyasztottam fasírozott a zsemmiét a műcsarnokban. De ha a gyerek éhes, akkor a tecsóban megerti azt a kiflit, még fizetés előtt is. Igen. Egye meg. Na, tessék, erről beszél. Egye meg azt a kiflit a szabály, hogy kifizeted és megeszed. A Mona Lisa előtt az a szabály, hogy megnézed. Azért vannak a múzeumban íratlan szabályok. Tehát az, hogy te nem kezdesz el összetaperolni, hogy érted, hogy nem törsz le a szoborból, hogy most érted, ott állsz a Mózes szobor előtt, Michelangelo nagy alkotás előtt róla, nem törsz be. De ő nem tört le, csak adott egy puszit az üvegre. Ez szerintem egy szimplán prosztó. Tehát nekem ez magamutogatás, ez nem szól másról, de jaj, már nem tudok mit kitalálni. Figyelj, de nagyon megmutatom, hogy én most akkor mennyire magamutogatom. Ha szimplán rongálásról lenne szó, vagy lett volna szó, vagy azt mondom, hogy elmegy a izé, ez a Keops piramis, és ez belelős, hogy szeretlek Mari, vagy szerettelek Cynthia, mondjuk akkor legyünk stílszerűek, akkor azt mondanám, hogy prosztóság, de így, hogy tudom, hogy egy ilyen golyóálló üveg takarta, hogy előtte volt ez a pulpitus, ez egész egy doboz volt, tök tét nélküli volt, tehát nem volt benne semmi olyan dolog nem volt benne, amivel igazán kárt lehetett volna okozni. Pontosan az ilyen bolondok miatt burkolták be a Mona Lisát, pontosan tőlük véd.
védik meg ilyen formában. Ez szörnyű, hogy minden műalkotás már üveg mögé kell tenni, megvédeni. Hát ugye már volt magyar, aki azért híresítette magát, ugye Rómában, hogy kicsit beletört a piétából. A piétából azóta van üveg mögött egyébként. Ugye egy kis kalapácsocskával. De ő magyar származású volt, igen, magyar származású volt. De hát... Állt ott, érted, nézte a piétát, és azt mondja, kicsit kicsit... Ő haragudott, ugye, az alkotásra, jól igen, emlékszem. Mérges volt. Igen, nem az volt, hogy az akartam vinni egy darabját. 30 évig gondoltam, hogy na, aprosztó magyar tudott. Tehát, hogy itt se gondolnak rólunk tök jót. Nyilván nem arra gondolok, hogy most Varga Viktor kimegy, és majd állott a Mona Lisát, és azt gondolja, hogy mind gondolnak rólunk, a magyarok nem csinálom meg, mert ez nyilván naivság. Csak valahogy nekem ez egy ilyen nagyon, nagyon magamutogó dolog. Nem megkérdezik Viktort, hogy miért csinálja. Az, amit az iszlám állam csinál, például, hogy több ezer éves a városok maradványait elpusztítja. Na most azért nagy. Na az aprosztóság. Na most azért ugrottunk. Nagyon ugrottunk, azért itt kimaradnak én csöpfogok. Varga Viktor és az iszlám állam. Nem tudom, szentélyi rombolás között nyilván az aztán a totális persze. Az végtelen prosztó dolog. Ez meg egy szimpla polgár podcastás. Számtalan ember csinálta már ezt. Tehát a rock bizniszben millió egy példát lehetne mondani, mert valaki azt mondja, hogy mennyire jó fej dolog az, hogy az Ozék minden hotelben kidobták a, hogy hívják, a szállodaszoba ablakán. És a kanapét is. Igen, a tévét, a kanapét, meg a minibárt. Van, aki meg azt mondja, hogy ez mekkora gyökérség, itt, mert ha arra sétált nekem, volna valaki, és a fejre esik, akkor nekem értem. Az a bajom, mert egész az amerikai celebritási világ erről szól, a celebek, tehát hogy nem tudsz énekelni, semmilyen teljesítmény, menjen egy valóságsóba, tedd ki a feneked, legyen egy szex videód, és akkor majd mindenki rólad beszél. Hányan élnek így meg Amerikában egyébként milliómosként? Na, ugyanez a vonal. Ugyanez, akkor, nem? Tehát hogyha már az énekel nem tudok, akkor majd azzal, hogy most fölugrom. De feltétlenül ez se igaz, mert érted, hogy itt a Slash-ék tudnak, meg tudtak is zenélni, és Axel is énekelni, és mégis megcsinálták az aktuális botrányokat minden egyes koncertállomáson. Igen. Egyetlen egy jó dolog volt a hírben, amit olvastam, hogy áruhát vitt, és átöltözött a múzeumban, és úgy szökött ki. Tehát a teljes tébor. Hogy leugrott, akkor nem kapták el az őrök. Nem kapták el, vegyült, átöltözött, kiengedte aját, elvegyült, és kiment. Tehát, hogy a totális. A totális őrület egyébként. Igen, volt terv. Na, megkérdezzük mindjárt, mert hogy itt van maga. Varga Viktor, hello Viktor, jó reggelt kívánunk. Sziasztok Balázsék, sziasztok Magyarországok. Hello. Mikor történt ez a dolog pontosan? Hát ez pontosan egy hete. Egy hete? Aha. Aha. És azóta minden nap megnézed, hogy hányan látták a videót? Nem, minden nap, azért még egyre nem vagyok rajta, meg van dolgom bőven. Azt gondolom, de igen, az újabb terv. Azért nézegettem, mert kíváncsi vagyok, hogy mivé fog ez fajulni, ez a történet. Mi volt a cél, amikor kitaláltad? Már úgy értve, hogy polgárpukkasztás, A, B, ismertség megszerzése, világhír. Melyik a kettő közül? Ez a kettő, ez így pont egybe tartozik. Csak a polgárpukkasztást elneveztem borzolásnak. Hogy borzoljam az emberek kedélyét. Szeretem ezt űzni. Ez egy fajta játék. Tehát akkor egy szimpla provokáció részedről a dolog. Gyakorlatilag igen. De miért nem vetköztél akkor legalább Mesztelere, és másztál úgy föl? Vagy csináltál akkor valami még durvábban? Tehát nektek a mesztelenkedés az ugye egy állandó veletek járó dolog. Hát ott levetköztél volna szépen, fölállsz mesztelenül, négy kézláb kicsit ott pucsítasz az üveg előtt, nem? Tehát ezt még lehetett volna fokozni, nem akartad? Ez már egy önmagában is szerintem durva. Mármint az a sztori, hogy egy ilyen lehetetlen küldetést végrehajt az ember, mert gyakorlatilag ez az. Már mi lehetetlen? Hát ott állsz egy méterre a Mona Lisától, mi a lehetetlen? Most holnap veszek egy jegyet ki, meg ugyanezt megcsinálom. Mi a lehetetlen? Az, hogy ezt senki nem csinálta még meg. És persze fogod megcsinálni, csak a szád nagy. Nem, én szerintem ez szimplán prosztóság, de hogy tökre megosztanak velük, megoszlanak persze. A vélemények. Jani azt mondja, hogy ez tök jó. Én azért nem csinálom meg, mert nem vagyok bátor, nem tudom, ez valahogy én erre nem vágyom. Hallottam igazából. Egyébként, hogy ezt mondtad, hogy ez szimplán prosztóság, de szerintem ez nem az. Hanem ez egy szürrealista cselekedet. Szürrealista cselekedet? A másik, hogy azt is hallottam, hogy mondod, hogy nincsen hangja a celebeknek, és akkor... Nem, azt az amerikaiakra mondtam, azt nem rád mondtam. Tudom, de hogy ez is inkább arra vonatkozik, hogy meg tudtam itt is mutatni ebbe a videóba azt, hogy én egy énekes vagyok, mert ha végignézed, akkor látszik, hogy elénekelek egy dalt. Azt láttam, én beszéltem is erről, hogy először énekelsz, és utána jön maga a produkció. Ez egyfajta világszintű promóció az énekhangomnak. Csak ugye egy énekes... Azért te nagyon nagy tévedésben vagy. Tehát egy világhírű promóció te hangodnak? Tehát arra gondolsz, hogy ezt valaki megnézi, amikor Amerikában, és azt mondja, itt van ez a gyerek, aki felmászott a Mona Lisára, de jól énekel,
adjunk neki szerződést? Tehát ilyen messzire mentél ezzel a cselekedettel? Vagy ez volt a cél? Semmit nem tudhatunk előre, hogy mi történik. Van egy történet, a Salvador Dalinak a története. Na. Ami azt mondja, hogy pont Párizsban játszódik. A Dali, amikor még nem volt ismert, beugrott egy kirakatba, az egyik leghíresebb galériának a kirakatába, kitörte az ablakot a testével, és hát akkor ugye még nem volt egy ilyen videókamera rendszerek, meg minden, ahogy nekem a kezembe ott tudott lenni. És ő megvárta, amíg elviszik a rendőrök, és nyilván ebből egy botrány lett, hogy miért csinál valaki ilyet, és kíváncsiak lettek rá az emberek, hogy ez miért történt. Marketing célok volt. De hívott már a CNN, vagy volt bármi olyan, ami most azt mondja, hogy megérte ez a dolog? Mert egyébként önmagában nyilván nem csináltál semmi rosszat, meg nem ártottál senkinek, kicsit a hírnevüknek, de hogy hívott már a CNN, hogy akkor interjút csináljon veled, vagy lett valami következménye, hogy ez a dolog megérte, semmi? Ez egyenre még csak így országon belül terjedt el, de szerintem még benne van a pakliban, hogy megtörténik ez is, hiszen ez ilyet még senki nem csinált a világon. Igen, mondjuk én egy picit az üzenetet hiányolom a dologból, tehát amikor azt mondod, hogy ez egy szürreális cselekmény volt, az persze igaz, de azért a szürrealistáknak volt valami üzenetük is, neked meg csak az üzenetet, hogy itt van egy srác, akit még nem ismernek, pedig milyen jó hangja van. Igen, de akkor figyelj, hát akkor a következő irány Milánó, ott van Leonardónak az utolsó vacsorája, fújd össze. Nem? Hát és írjál föl, megjelent az új CD-m angolul. Valami, tehát azért ezeket még lehet fokozni egy csók a Mona Lisa-ra, utána az utolsó vacsora megrongálása. Nem? Tehát ezeket nem gondolkozol? Egyáltalán nem akarok megrongálni semmit, és itt sem történt semmi rongálás. Egyébként tényleg nem, persze, üveg mögött van. Ez szerintem, igen, ezt érdemes megjegyeznünk, hogy ha a kép csak úgy önmagában lett volna ott, akkor valószínűleg nem értem volna hozzá, mert most miért fertőzzem meg azt a képet a baktériumaimmal, vagy bármi kárt tennék benne a nyálammal. Tehát most nem nyalogatom le Leonardónak a kezével festett festékét, hanem ez egy üveglap, amit fognak, és a takarítónéni szépen letörli róla a nyálfoltot. És utána átöltöztél? Azt olvasom, hogy utána átöltöztél, és kimentél, vagy kiszöktél a múzeumból. De hogy elengedtek? Mert láttam, hogy te leugrasz, ott kettő felháborodott, ugye hát erős temperamentumú nő próbált téged megállítani, de utána elengedtek, és akkor ott kiszöktél a bejárati ajtón, vagy hogy jutottál ki? Gyakorlatilag teljesen lefagyott a közönség, és a biztonsági őrök is szerintem nem tudták, hogy mit kezdjenek. Ott álltak a CB rádiókkal a kezükbe, és csak így álltak. És annyi idő alatt én pont ki tudtam sétálni abból a teremből, de közben már egy másik teremből jöttek másik két egyén, akik gondolom, hogy értem jöttek volna, de ez alatt én ott az emberek között kommandózva levettem a kabátot, leengedtem a hajam, felvettem a sapkát, és mire kibukkantam, addigra már egy egészen másik személyiséggel sétáltam tovább tök lassan, és nézegettem a képeket. És ki még egy negyed órát voltam bent a múzeumban, mert nem találtam a kiáratot. Hát mondjuk nem kicsi. És láttad a tanástalanságot az emberek arcán, hogy kerestek téged, vagy azt mondták, hogy jó van eltűnt? Nem, egy valaki rámutatott, és azt mondta, nézd, az ott a Kálai Sanders adrás! És igen, és utána elindultál megrongálni a Napóleon sírját, tudod? Nem rongálok, Balázs! Jó, persze, nem rongálsz. Utána elindultál ördögszekérbe elgurulni Napóleon sírjáig, és ott igen, cigány kerekezni rajta, és lemenni hídba. A kommenteket olvasgattad? A kommenteket olvasgattad? Mert azért elég sokan hiányoltak valamit az akció, egészen konkrétan azt, hogy nem vertek, vagy rúgdostak ott össze. Még a Louvre-ban a biztonsági örökben nagyon sokan megagyalnának most téged emiatt, a kis akció miatt. Igen, gondoltam, hogy ez lesz egyébként. Ez egy megosztó cselekedet, úgyhogy erre számítottam. Hogy az emberek fele nem fog szeretni, a másik fele még jobban fog utálni. Rákendrolnak fogja tartani. Mi a következő terv? A következő terv. Valami nagyon botrányos videoklipet fog forgatni. Kész lett az új dalom, az a címe, hogy A Nagy Vadász. Nagy vadász, a kis promóció. Tudok egy-két rendezőt tanácsolni, hogyha esetleg botrányos videoklipet akarsz rendezni. De... Kire gondolsz? Hát, van egy-két botrányos videoklip a palettán. Hát nehéz lesz. De én ilyen jellegűre gondoltam, értem, ez most jó volt betolni, hogy új lemez van, meg új dal, de hogy ilyesmire gondoltam, mint amit most cselekedtél. Aha.
Olyan nincs? Azt meg még nem tudom. Az meg majd jön. Ezek az utolsó pillanatokban érkeznek az agyamba, csak így kavarog a sok hülyeség, meg sokféle művészet a fejembe, és aztán egyszer csak kialakul valami. Reméljük azért ennek a nagy része ott marad. Nem biztos. Nyilván hűrök csak. Mindent kirakok. Egy futszál meccsen mondjuk oda-vissza Bőrözbe Szijjártó Péter. Na. Véged van, öcsém. Azonnal véged van. Na jól van, Viktor, hát meg kíváncsiak voltunk, hogy mit mondasz. De egyébként, amit ti itthon csináltok, régen a Cynthiával, most már tudom, hogy külön vagytok, én azt kedveltem. Nekem ez volt az, amire azt mondtam, hogy ez nekem kevésbé szellemes, sokkal inkább magamutogatás. Amit itthon képviseltek, én azon tudok nevetni, meg az nekem egy egyéni színfolt. Csak vigyázni kell, hogy azért ne kiszel tündés egy el, mert az viszont meg már kellemetlen. Egy idő után. Kiszeltünde ilyeneket nem csinál. Az biztos. Az biztos sem meg minket a jó Isten, hogy kiszeltünde külföldre szabaduljon egy kulturális körútra, mert akkor ott végül. Ott aztán újra ártanak a magyaroknak. Viktor, köszi, hogy beszéltük, vigyázz magadra. Én ciao. Is köszönöm. Hello. Gyerekek, lehet, hogy én öregszem, nem tudom. Most hallgattalak téged, hogy hasonló, mint Jimmy Jump, és lehet, hogy azon gondolkoztam, hogy én öregszem. Hát csak a mai napodat összeszedjük, tegnap egész délután aludtál. Ma kiborulok Varga. Most kiborulsz a Varga Viktorról, szerintem egy ez a vég. Egy éve még azt mondtam volna, hogy ez a rock'n'roll, gyerekek, tessék felpattanni és megcsokolni Mona Lisát. Na most hány rock'n'rollszának, vagy rockstarnak a biográfiáját elolvastuk már, és mindegyikben vannak ilyen sztorik. Mindegyikben, kivétel nélkül. És akkor az menő, az vagány, ez a srác meg nem, csak azért, mert nem szeretem a dalait. Nem, nincs bajom a dalaival. A kék az ég, zöld a fű, az egy egészen jó dal, jó a szöveg. Az az övé? Remélem nem nyúltam mellé. De az övé egyébként, de az egy jó dal. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Ugye egy érdekes dologról beszélgetünk, méghozzá keresjük hallgatóink nagyban bulizó szüleit, mert hogy fergeteges házibulit rendezett a lánya kérésére odahaza egy amerikai anya. A baj csak az, hogy a 35 éves nőt egyébként bíróság elé állítják, mert ugye a buliban minden volt, ami kell ahhoz, hogy a felnőttek jól érezzék magukat, viszont gyerekeknek nem való a dolog. És hát anyuka, aki egyébként egészen dekoratív, úgy döntött, hogy a 16 éves lánya kérésére valójában megrendezi ezt a bulit, csak közben ő egy 18 éves ráccal mulatta az időt a fürdőszobában. Nem szeretik ezt az amerikaiak, a fiú ott nem nagykorú, ugye 21 éves korottól vagy nagykorú, 18 évesen ezt nem szereti az amerikai bíróság, ha ezt megcsinálod egy fiatal korúval, se azt a tanár diákkal, azt mondjuk itthon se, de 18 éves fiúval ott a mama nem. Igen. Mondjuk nem kirívó. Nem jól óra tett. Nem kirívó azért az életkori eltérés a két ember között. Egyébként igen, a 18 már nagy. Tehát mert nálunk ugye nagykorúnak számít, csak hát úgy látszik, hogy az anyuka nem nagyon olvasott mostanában újságot az utóbbi néhány évben, vagy nézett híradókat meg stb., mert akkor tudhatná, hogy tényleg az Egyesült Államokban elég szigorú a szabályozás ebben a tekintetben is. Vagy hát nem csak ez vagy volt költöztek egy másik államba is, tudod, megszokásból. Azért ott volt egy kis volt egy csomó minden más, igen, amit az amerikai bíróság nem nézett jó szemmel. A mamát őrizetbe vették, és óvadék ellenében szabadlábon van. Mi pedig azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy kinek a környezetében van olyan szülő, aki a lehető legnagyobb tényleg parti art, minden karácsonykor felmászik az asztal tetejére, a mamát nem lehet leszedni a tojáslikörről. Hajat mos a bólistában. Papa belefekszik a bólistába, így van, és kicsit megmossa benne a haját. Nagymama rájár az unikumra, és részegen fetreng minden húsvétkor. Tehát, hogy a felmenők hogy buliznak, ugye ez a témánk. És hát hallgatóinkat nem kell félni, ha szülői mószerolásról van szó, szóval azonnal elárulták őseiket, és azonnal megírták nekünk, hogy kinek az apukája, kinek az anyukája mit csinál. Itt van Laci, hello Laci, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello. Szia. Na, nem saját szülőről van szó, hanem valakinek az anyukájáról, ugye? Így van. Hát hál' Istennek nem az én anyám, vagy ilyesmi. Jó, az, ha az ember muterja kicsit ilyen, abban még van lendület, nem akkora baj az. Na, mit csinált? Hát ez úgy volt, hogy volt egy koncertünk, és a gitárosunk, a másik gitárosunk anyukájának a barátnőjével jött össze. Ezzel úgy a nagy baj nem lett volna, akkor, hogyha a hölgy nem 42 lenne, a gitárosunk pedig 17. Tehát a te barátod jött össze egy másik barátotok anyukájának a barátnőjével. Tehát gyerek így a mamával. Így van. Aha. 17-42. Igen. És ott a helyszínen mama szedte föl a gyereket, vagy a gyerek hajtott rá úgymond Stifler mamájára, és Stifler mamája nagyon készségesen
állta a sarat? Ez inkább a... Igen, ez a Stifferman-májás dolog. Hát a srác, hát... kereste a kihívást, megtalálta. És mama egyébként milyen szexi, az az igazi szexi mama, aki még azért úgy 42-44 nő barom jól néz ki, egyetlen, nem idős, nem öreg, sőt. Tehát, hogy jó karban van a mama? Abszolút, nem aha. volt vele gond, persze. Kicsit irigy is voltál, nem? Nem. Vald, de őszintén, na. És mit mondott a srác utána, mit mesélt? Hát ez addig volt érdekes, amíg... meg nem történt az első. Igen, nyilván nem hosszú távra tervezett a srác. Hát eleinte, de aztán így megtörtént az első együttlét, és akkor utána már nem volt olyan érdekes. Aha, tehát nem volt olyan. Utána volt jó, nem volt annyira. De akkor a kérdés, hogy kipasszolt leki, tehát a mama nem érezte elégnek a 17 éves fiút, vagy a 17 éves fiú mondta, hogy jó, de hát... Hát a furcsa az, hogy a barátom mondta azt, hogy inkább mégse. Nem, nem. Persze, kirakták a barátodat, fogadjuk, és így hogy ezt a barátodtól, igen, a barátodtól hallottad. Valószínűleg inkább az lehetett, hogy a mama jelezte a srácnak, hogy neki még az ő elég basic. Igen, hát igen. Nem, az a helyzet, hogy nem. Az anyuka eléggé meglepődött, hogy most akkor ez mi volt. De a barátom azóta se felejtette el egyébként, mármint, hogy jó volt vele, meg mit tudom én, csak hát... Volt némi korkülönbség, és az a baj, hogy ezt a 17 éves barátom vett észre. Már mit vett észre? Hát, hogy kicsit nagy a távolságot korba. Aha. Ja, tehát amikor együtt táncoltak, még nem tűnt föl neki, amikor ellopta a mama személyét és ránézett, akkor nagyon megijedt. És azt mondta, hogy úristen, mit tettem? Összejöttem egy 42 éves nővel, Jézusom, és kirakta. Ez így elég életszerű történet. Aha. Istenem, megbecsendítettem egy nyugdíjat. Ez így kicsit életszerűtlen, igen. Jó, de meghallgattuk, érdekes. Egyébként nem ítélem el annyira. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Jó, ez tök szuper. Nagyon nem fiatal az alany, tehát nem arról van szó, hogy egy 14-15 éves gyerekkel egy férfi, akkor ugye, ráadásul, ha fiú 10-18 éves és a nő az idősebb, az valahogy elfogadhatóbb, nem? Ha fiatal a lány és idősebb Ali, azt én nem adhatom nekem attól a gyomrom forog. Ez így lassan ott vagy te is. Igen. Hát azért még a magam kis 38-ával még azért nem ja, vagyok a helyen, 20 évesen. Nem baj, nem forog a gyomrod, csak össze vagy zavarodva. Még nem tudsz szembesülni az igazi érzéseid. Laci, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello, hello. Ciao. Nem, gyerekek, ha látok egy 50 éves Palit egy ilyen 17 körüli lányjal, az nekem kicsit fura. Nyilván mire odaérek, már nem. Azért, na, ezt akartam mondani. De valahogy jobb, tetszik az, vagy azt mondom, hogy az kevésbé életidegen számomra, amikor azt látom, hogy egy 40 éves nő egy fiatalabb Pali volt. Az is fura, de ez a sztori például kevésbé tűnik, nem tudom, furának, nem? Hogy egy 17 éves srác elkapja a 42 éves Stifler mamáját. Ebben szerintem nincs semmi. Most hát, még. A lányok és a srácok is úgy érnek, hogy azért egy ismerkedés nem arról szól, hogy előtte leigazoltatják a másikat, és akkor kérem szépen a személyigazol, hogy hagyd nézzem meg, hogy mennyi idős vagy, meg itt nem így. Hát úgy alakul a buli, és egyszer csak ott vagy. Ennyi. Nézzük az SMS-eket. Nekem a 76 éves nagypapám, ha iszik a családi bulin, megcsöcsörészi a nejemet és az öcsém nejét. De szép lehet. Na, várjál. Azért szólnék. Értelmezzük ezt még egyszer. Tehát van egy nagyapád, neked 76 igen. éves, elmentek a hétvégén hozzá, meglátogatjátok, mert névnapja én van. Én ráfutottam, te már finomabban mondtál. Születésnapja, érted? Okay. Te és a Mónika. Igen. Egy idő után a papa oda megy Mónikához, a te saját nagypapád oda megy Mónikához, és megfogja. És kér egy szeletet a tortából. De szépen mondtad, igen, ezt szeretem, de nem mondani. Várja meg, míg kitálalod, hanem elveszi ő maga a szeletet. Nagyon szépen érte. Fogalmaztok, ezt így kell mondani. Tehát nem adod oda a szelet tortát, ő elveszi azt a szelet tortát a nejedtől. És még csak nem is tortalapáttal, hanem a két kezével. És az aztán... én unokámnak a legjobb jellemű test. És aztán oda megy az öcsédhez. És az öcséd nejének a tortáját is kicsit elveszi. De utána mondhatnám, rámegy a válnára. Igen. Szereti a gyümölcsöt. Szóval desszertfüggő. Nagypapa finoman desszertfüggő. Így van. Az egyik barátom Lagzián a 60 körüli örömapa éjjel kettő fele, csak hogy feldobja egy kicsit a leült partit, ugye itt is szülőről van szó, csinált egy spárgát a tánctére. A legjobb az. Na, én őket imádom a legjobban. Én az ilyen örömapákat szeretem, egyébként tényleg nagyon. Na ezt figyelj! Annyira jól sikerült, hogy nem tudott felkelni. Zseni. Hetekig gondja volt a járással. A legjobb arc.
Nálunk anyósa durva. Kicsit leül a buli és bedobja magát. Igen, úgy érzi, hogy kezd meghalni, de ő még nem akar hazamenni, ezért feldobja a hangulatot, igen. Nálunk az anyósa durva, 10 éves fiamat elkísérte a házi buliba délután 4-re. Fiam éjjel egykor felhívott, hogy Fater, gyere a nagyért, mert be van állva striptizel a haverok. Ez az! Ez az! Imádom! Hát miért nincs egy ilyen nagyi a közelünkben? Striptizel a haveroknak, és vizes fürdőt ígért annak a srácnak, akinek először áll az átló. Igen. Vizes fürdőt. Mi az, hogy vizes fürdő? Mi van víz nélküli fürdő? Még a mondat nem ezer részén kellene kiagadni. Igen. Öregszem. Micsoda ellentmondás. Hidegben fürdeni viszik a gyerekeket. Milyen világ ez? Vizes fürdőt ígért annak a srácnak, akinek látható jelei vannak, hogy már izgalmi állapotba került. Apost küldtem érte, az öregek másnap jöttek haza. Fiam reggel mesélte, hogy a két öreg alsó neműben rázta a testét. Azóta is húzom őket. Tehát meg vagy őket. Apukát elküldött, hogy hozd már mamam, haza mamát, papa. Hát már tök részeg. A papa oda megy, és ő is mesztelenre vetkőzik. És beszáll, hogy ne legyen olyan kínos a mamának. Picit így vagyok, hogy nem ilyen a családom. Tehát én azért ezt szeretem. Vagy az egyik barátomnak miért nincs ilyen családja? Balázs, gyere át, egykor a nagy striptizel. Azért nem mondta, hogy nem mennél át. Ott ültök haverokkal, és akkor azt mondja, hogy hagyj mutassam be Erzsi mamát, és Erzsi mama már fönn van az asztalon. Aha. Szerintem ott parti van. Na jó, de házigazdaként, amikor azt látod, hogy a nagyanyád fönt áll az asztalon, és cibálja le magáról az ér szűkületére vett a szoros harisnyát, érte? Tehát, hogy nem mond, és közben nem mond, hogy nem jó. Ha a nagyi ezt önszántából csinálja, szereti, és ez a többieknek tetszik, egy striptizelő nagymama szerintem besírna. Aha. Nem? Na kigombolja ki a melltartómat. És mindenki kitávolodik. Azt mondja, igen. Faterom az unokája tejfakasztó bulián 2 liter happy elfogyasztása után mesztelenül táncolt az asztalon. Felejthetetlen látvány volt. Na ez érdekes, amikor a saját apádat látod mesztelenül táncolni. Azt. És így mondanád neki, hogy apám, gyere már az asztalon. De nem először el se hinnéd. Nem hinnéd el. Oda néznél, és azt látnád, hogy pőre pucér, totál mesztelen, érte. Örül. Hát örül az unokának. Én biztos, hogy így néztem, és így nem, ez nem történik meg, nem itt, és nem most, és nem velem. Ez nem az én apám. Biztos, hogy nem hittem volna. Van még egy történet. Apám minden családi buli után holtmákosan bábozik a gyereknek. Összefüggéstelen, artikulátlan beszéddel, néha eltűnik a paraván mögött, akkor felébresztjük és folytatja tovább. Én nagyon nagy olasz típusú családom van, nagyon sokan vagyunk karácsonykor tényleg, de azért egy ilyen arc még hiányzik ott tőlünk. Tehát egy ilyen karakter nekünk még kellene. Vagy aki messzelenő táncol, vagy aki részegen bábozik, szerintem nagyon szórakoztató. A részegen bábozó nekem nagyon szerintem. És kicsit nagyon jeldől a parányban. Igen, így oldal. Igen. Az én nagypapámnak a dereka annyira fáj, hogy be kell vinni a nappaliba, leültetni, bezzeg 3-4 feles után felugrik táncolni, és nem akármilyen szinten nyomja, a másik fél női családtagjainak nyelvcsapásokkal jelez, és közben dörgölőzik. Na, sokan azt mondja. Megvan az? Papa, ne igyon több unikumot, kicsit kezd berúgni. Nekem nem van. És táncol az öreg a parketton. Azért az megvan? Azért. Miközben zavarban lévő női családtagok próbálnak elfordulni. Még a Margóka. Vajon mit akar a papa jelezni? Nem tudom. És akkor... Igen. Mit szóltok? Milyen jó idő van? Atya Isten. Öregapám nagy partiállat. Amikor buli van, úgy berúg, hogy húzni kell. Molesztálja a csajokat, kötözködik, veri az asztalt, és megkoronázza azzal, hogy tüsszent egy akkorát, hogy az órából kivágódik a jégcsap. Menni küldenek. Jézus Isten, hát a mi családunk sehol nincs. Sehol nincs. Atya Isten. Nálunk a Fater nagyon durván nyomja. Van egy kis kopasz haverja. Azzal szoktak bőrrendő ruhába öltözni. Bőrrendő ruhába öltözni, és úgy iszogatni. Néha egy másik haverjuk is csatlakozik hozzájuk, az meg zsírra szokta kenegetni magát, és közben pálinkával locsolja a Fatert, meg a kis kopasz. Nem, ez már...
Mondjuk én azért... Nem értem én ezeket a felnőtteket. Ja, jó, de a leállás, igen. Jó, igen. Ez humor volt, jó. Na mindegy. Basszus, már kezdtem beleélni magam. Két bőrrendőr ruhába öltözött faterül egy asztalnál. Nem, a humor az volt, recsegősen feláll. Leülnek. Egy pedig zsírral keregeti őket. Itt a humor az volt, hogy az aláírás a Sebestyén Benet, és én vagyok a bőrruhás, te vagy a kiskopasz, aki zsírral keregetik, és van egy harmadik, aki pálinkával locsolja a kiskopaszt. Ezek vagyunk mi. Megvan. Igen, és a Beni írt az esemény, csak nem olvastam el a véget. Igen. Ezt csináljuk meg akkor. Ha mindenképpen, csak várjunk még egy kicsit, míg a gyerek felnő. Jaj, hát nagyon szerettem ezeket az esemeseket. Jól van, köszönjük szépen. Ezért itthon senki nem megy börtönbe. Az amerikaiak lesítelik. Így van. Itthon azért ezt lehet nyugodtan nyomni. Mármint a bulizós részét nyilván nem ott valaki a gyerekkel való nyomulást. Ott igen. Valaki kicsapja a jégcsapot, már megy is a sítre. Szörnyű világ. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.